A közbeszerzési döntőbizottság a Menza pályázat miatt 100 millió forintra büntette Kispest önkormányzatát. Kispest vitatja a közétkeztetési közbeszerzéssel kapcsolatos döntést, melyet a Kispestet érő sorozatos politikai lejáratások részének tart. Ez a bírság, amit az önkormányzat kapott a Menza tender kiírása miatt, azért is volt nagyon furcsa számunkra, több okból, hiszen az ilyen mértékben soha semmilyen önkormányzatot nem bírságoltak meg. Tehát az a 100 milliós bírság, amit mi kaptunk, az hasonló esetekben vagy nem volt egyáltalán, csak nem engedték a szerződéskötést, vagy milliós nagyságrendben bírságolták az adott önkormányzatot, vagy a közbeszerzés kiíró szervet, de a furcsasága azért is jelenik meg ebben a történetben, mert hogy én nem írtam alá ezt a szerződést, tehát az önkormányzat vezetőjeként én fordultam a hatósághoz, azt kérve, hogy jelezzék számunkra, hogy ezzel a szerződéssel van-e bármilyen probléma. Ez a szerződés nem ment teljesülésbe, miután az önkormányzat vezetője ezt nem írta alá, hanem várt egy jogi tanácsadást attól a hatóságtól, aki erre hivatott, és ehelyett hát az egyik önkormányzati képviselő feljelentése alapján rögtön ilyen súlyos bírsággal illették a kerületet, vagy sújtották a kerületet, úgyhogy természetesen ezt a bírságot jelen pillanatban nem fizettük ki, és hát nyilván a jogorvoslatban el fogunk menni addig, amíg meg nem találjuk az igazunkat ebben a történetben. Én azt gondolom, hogy nem szakmai oka volt ennek, nyilván az elmúlt időszakban az önkormányzatot annyi politikai támadás érte, hogy ez átpolitizálódott ez a kérdés, és szerintem itt nem egy szakmai, nem politikai döntés született. Mindezek miatt a kerület továbbra is egy jogorvoslati lehetőségeivel, folyamatban lévő bírósági üggyel kapcsolatban egyéb tájékoztatást nem adhatnak.